Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Néhány percre hadd kérjem figyelmüket és türelmüket. Ígérem, hogy a következő teniszközvetítés egyetlen percéről sem maradnak le. Kis hiány 53 éve annak, hogy életemben először jelentem meg a képernyőn. Boldogan persze, de nagyon erős lámpalázzal. Hát a lámpaláz talán elhihető, ma már nem kínoz ami viszont a boldogságot illeti, az bizony semmivel sem kisebb most ezekben a percekben, mint akkor volt. Már elnézést kérek a személyes közlésekért, de biztosan megértik, hogy mit jelent számomra, hogy jóval több mint fél évszázaddal a kezdetek után nekem jut az a megtiszteltetés, kitüntetés, hogy egy új televíziós műsorcsatorna, a Digisport Plus, megnyitására felkértek. Alig húsz hónapja indult el a digisport, akkor az Újpest a Európa Liga selejtezővel, és most meg már itt a kis testvér, a digisport Plus is. Szinte hihetetlen, mekkora utat tett meg indulása óta a legifjabb sportcsatorna, a digisport. Nem az ünnepi alkalom mondatja velem, hogy szinte a fejemet kapkodtam. Olyan iramban foglalt el helyét a műsorszolgáltatók sorában. A nézők talán nem is érzékelhették igazában, milyen viharos gyorsasággal vált tekintélyes és fontos elektronikus sportorgánumma a digisport. Hát időrendi és fontossági sorrend nélkül mondom, Megjelent közvetítéseinkben a labdarúgó bajnokok ligája és az Európa Liga. Nálunk szerepelnek a világ legerősebb bajnokságának, az angol Premier league a mérkőzései. Valamint olasz, francia, portugál bajnoki találkozók, összefoglalók. Igen, igaz. Az imádott foci dominált, tehát kicsodálkozik, kilepődhet meg ezen. Különben is, mire egyáltalán a foci dominanciája feltűnhetett volna, sorra következtek más sportágak. Méghozzá igen magas szinten. Az atlétikai gyémántliga, a Cselgáns Grand Slam, bemutatkozott a torna, a vízilabda, a kosár és kézilabda, és az öttusa is. És kerek akkor lett a kép, amikor a múlt év októberében már stúdió műsoraink megjelentek ugyancsak a képernyőn. A teljes hazai kínálatban egyedülálló reggeli aktuális sportműsor, a reggeli start, a napi többszöri híradás a sport 24 el azután szombati pár rangadója, csisztuzsuzsi tóksója, és ha bocsánat, a kibicek is, amiben én is érdekelt volnék. A kínálat tehát gazdagodott, a műszaki lehetőségek gyarapodtak, csak úgy mellékesen, szinte súgva mondom, jelenleg egyedül az országban mindkét csatornánkon HD képet kapnak, vagyis high definition, amiről elég annyit tudnunk nekünk laikusoknak, hogy sokszorosan jobb a képminőség. Hát időközben aztán a meghökkentően fiatal gárda tekintélyes rutint is szerzett és némi túlzással egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy az új tervekkel, meg a régi kínálattal kinőttük a műsorcsatornát. Most tehát itt van, és azonnal indul a Digisport Plus. Méghozzá, mint bizonyos sokan tudják, az egyik legrangosabb nemzetközi sorozattal Annak is egyik legnagyobb versenyével, a három és fél millió dollár özdíjazású Indian Wells-i versennyel. Indian Wals egyébként Kaliforniában található. Már az is bizonyos, hogy nálunk lesznek láthatók a női és férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzései is, valaki még további technikai sportok is képernyőre kerülnek az új csatorna indulása minden esete arra is lehetőséget ad, hogy még több magyar vonatkozású sporteseményt közvetítsünk. Erre is egy példa. Mindkét nem röplabda bajnokságának mérkőzéseit is mi adjuk. És mi több, tisztelt férfi sportrajongók, módjuk lesz gyönyörködni a strandröplabda rangadóiban is, és a közvélemény szerint a legvonzóbb hölgyi domok éppen ebben a sportákban láthatók. Na jó, hát végül még csak ennyit. El nem tudom mondani, milyen öröm, hogy vénfejjel részese lehetek ennek a csodasebességgel megtett útnak, amelyet ez az ifjú társaság itt már is bejárt. Őszintén remélem. Nem, egészen biztos vagyok benne, hogy önöknek is sok és nagy örömet szereznek majd, mind a Digisport, mint pedig a Digisport Plus műsorai. Hát akkor most következik a Digisport Plus első közvetítése, a premier. Kapcsoljuk Indian ezt a kommentátor Siklós Erik.